Sok szeretettel köszöntjük a Hatos csatorna televízió nézőit. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Sok szeretettel köszöntem Bauer Barbarát, Szigeti Jenő tanárurat. Barbara, írói minőségben vagy most jelent közöttünk. Egy szép, csodálatos regényt fogok a kezembe, aminek az a címe, hogy Porlik, mint a szikla. Mutasd be ezt a könyvedet néhány szóban. Ez már a hetedik regényem. Ez már a hetedik regényem, igen. Egy utazás gyakorlatilag. Utazás a múltba, utazás egy ember lelkébe, és utazás két ország között, ami valamikor egy ország volt. Próbáltam nagyon nagy kontrasztokat teremteni, ezért a jelen egy olyan névválasztással, ami egyáltalán nem utal székelységre, Amanda a főhősnőm neve. Ő egy pörgő, városi lány. Általában székelyek. Igen, tehát ő Budapesten egy közgazdász lány, tehát nagyon elrugaszkodik attól, ami valójában a székelyek. És ebből az életvitelből, ezzel a névvel, ezzel a temperamentummal hogyan lassul le, hogyan ismeri meg a hagyományait, és hogyan találkozik saját magával, a saját módjában. Hogyan változik. És ő maga hogyan változik, igen. És egy valós utazás aztán Székelyföldre, hogy felkutassa a saját gyökereit. Lényegében ez az utazás, ez mindnyájunknak a része. Tudnélik, a jelen az mindig változik, a jövő az mindig ködös. Az egyetlen fix pont az ember életében a múlt. Az nem változik, az van. És hogyha a gyökereit valaki... De stabil. Stabil a múlt, legfeljebb változtatjuk a múltról való emlékezést, így van. Azt lehet, de a múltat nem. Tehát az internacionál legbutább sora az, hogy a múltat végképp eltörölni, ennél nagyobb butaságot nem lehet mondani. Na, a regény az lényegében, én olvastam, ezért a regény egy legenda. És ez a legenda, ez nem rossz szó. A mai ember is valahol ezt az irracionális teret nem tudja elfelejteni. Az ember egyszerre racionális és irracionális lény. Ez, hogy valami miért szép nekem, vagy valaki miért szép nekem, az ki tudja meghatározni. Van arra tudományos módszer, hogy meghatározzuk, hogy mi a szép, filozófusok se tudnak róla semmit sem mondani. Ezért ez egy mai legenda, amiben áruljuk el azért az Amandáról azt a főhősről, hogy egy mai pörgős városi lány, akinek nagyon jó vezető beosztású közgazdász, divatszakma közgazdász szakmája van, elmegy Péknek. Mert minden legendába kell valami szent tárgy, és ez a szent tárgy lesz a kovász. És lényegében ezt azt is lehetne adni ennek a címének, hogy a kovász regénye. Nem? A kovász legendája, megfordult a fejemben ez a cím, igen. Is annak idején, amikor címet kerestem, igen. Igen. És hát ezért egy kicsit, Barbara, te is benne vagy ebbe a regénybe, mert a te életed is olyan, hogy vannak biztos erdélyi gyökereid, és Budapesten születtél. Igen, és én is nagyon pörgős életet éltem. Hát az is köztudott, ugye, hogy légiutas utaskísérő voltál, ami nem tudtad, hogy melyik országba alszol, vagy melyik kontinensen. Hát gyakorlatilag ez előfordult a valóságban, hogy tényleg nem tudtam, hogy éppen hol ébredek, mi fog velem történni, és valóban ebben a nagy pörgésben benne voltam én is. És kellenek, amiről az előbb beszéltél, ez a bizonyos múlt, hogy mennyire megfogható, és hogy az a biztos. És ezen a múlton alapszik, hogy aztán a jelenünk mennyire biztos. Én azt mondom, hogy tud a jelen is stabil lenni, bár változó, egyetértek. És be tudjuk folyásolni a jelenünket is, hatással tudjuk lenni. Befolyásolni, de akkor stabil, hogyha azt valamire rá tudtuk építeni, és amire ráépítjük, az a múltunk, mire másra. A múltunk, a gyökereink, a szüleink, a felmenőink. Az erkölcsünk, a tradíció, a hagyományaink. Család. Ami a szívünkben él, öntudatunk, amiben nevelkedtünk, és ez mind a múltból fakad, a közelmúltból és távoli múltból. És ettől válik stabilá jelen. Barbara, vannak a könyvedben székely szokások, amelyek egy székely nemzetiségű ember számára fontos, úgyhogy
talán azt is mondhatnám, hogy iratlan törvényként be kell tartani, szokásjog alapján? Kerestem ilyeneket, illetve nem is nagyon kellett kutatnom, hiszen engem is körbevesz ez valamilyen szinten. Egyfelől a jelenben, egyeken, ahol élek, ott megjelenik a székely kultúra egy székely csoport kapcsán, illetve anyukám oldaláról nagymamám, dédnagymamám székelyföldről jöttek el, és nyilván hoztak magukkal ezekből a hagyományokból, tehát nagyon kutatnom ezt nem kellett. Még akkor is, ha egy modern világban, egy pörgős budapesti hangulatban nőttél föl, igen, akkor igen. is azért ezek megjelenik. Az értékek ott vannak, az életedben. Ott vannak, jelen vannak, és időnként nem is tudjuk, hogy ezek jelen vannak, és én azt gondolom, hogy akkor igazán hagyomány, hogyha ezt nem kell erőltetni. Én magam azokat a hagyományokat szeretem, és például a lányomnak is azokat szeretem mutatni, amit ő el tud fogadni a saját életében. Van, ami kényelmetlen lenne, van, ami, ha én építenék, idejét múlt akár, és ha én most építenék egy székelykaput a bejáratunkhoz, furcsa lenne, nem odavaló. Mert nem olyan az utca, nem olyan a ház, nem olyan már a közeg. Annak is megvan a helye, hogy hol kell egy székelykapunak állni. A szívedben biztos ott a székelykapu. De a szívemben ott van a székelykapu. De például ennek alaposan utána jártam. Sok mindent én sem tudtam a székelykapuról. És a könyvben ezt megjelenítem. De azért arra törekedtem, hogy nehogy én magam elcsúszak egy olyan irányba, hogy egy ilyen hagyományok felsorakoztatása legyen a könyv. Éppen csak annyi, amennyire Amandának, a főhősömnek, vagy akár nekem, vagy annak az olvasónak, aki a saját múltját keresi, annak szüksége lehet. Persze, hát egy író mindig egy kicsit te vagy az Amanda most. Igen. Igen, ez az átéli az ember még akkor is, hogyha más ez az Amanda, mert kírja magából. De én amit szeretnék, az egy nagyon fontos gondolat. Az pedig az, hogy ezt a hagyományra építkezést sokszor előítéletek és különböző kívülről behordott, majdnem azt mondtam, azért álltam meg, hogy lelki szemetek, azok, amik salak. Nagyon sokan, ez lelki salak, az, ami nagyon sokszor tönkre teszi. És sokszor azt gondolják az emberek, hogy most a székelykaphoz visszatérve, hogyha mondjuk a Nagykörúton felállítanak egy székelykaput, akkor lennék én jó magyar. Vagy akkor vagyok jó magyar, hogy a Tarsolyban meg Csákóban rohangálok az utcán, attól már magyar vagyok. Ez nem így van. És éppen ezért a valós hagyományokat felmutatni, a valós lelki tartalmát annak a felmutatni, ez egy nagyon-nagyon fontos misszió, mert hogyha nem beszélünk a hagyományokról, és nem kezdjük a hagyományokat tápolni, akkor ezek az előítéleteink maradnak. És én külön örülök annak, hogy ebben a regényben például a Trianon ahogyan előjön. Szóval a Trianon egy nemzeti tragédia volt, de hát állandóan a Trianon sebeket nyalogatjuk, és azt gondoljuk, akkor nyalogatjuk jól a Trianon sebeket, hogyha a tanúságokat ugye nem vonjuk le, de szidjuk mondjuk a románokat, vagy a környező népeket, akkor jól járunk. Hát nem, hát azok is emberek, azokkal se, akkor se vagyok jó, hát inkább ezt kellene megnézni, hogy mi az, amit én értékként adni akarok. Tehát nem az a lényeg, hogy mit akarok a másiktól elvenni, hanem mit akarok értékként adni. És ez az értékteremtés, ez nagyon hiányzik a mai társadalomból. Úgyhogy ezért egy nagyon jó misszió a könyved. Köszönöm, ez nagyon jól esik. És még visszatérve a hagyományokra, törekedtem én is arra, hogy olyan hagyományokat találjak fel és jelenítsek meg, ami érthető a mai gondolkodásban, és nem menjünk messzire, itt van a karácsony, csak hogy a hagyományok hogy töltődnek föl. Attól, hogy állítok egy karácsonyfát, még nem teremtettem meg otthon a karácsonyi hangulatot. Ha együtt sütök a gyerekemmel süteményeket, beiglit? Ha rá beiglit, mézes kalácsot, ha ráhangolódunk, ha az ajándék nem arról szól, hogy 23-án elszaladok még a boltba valamit venni, hanem ráhangolódunk megint csak arra, akinek készítünk ajándékot, vagy akár vásárolunk, de neki személyesen. Tehát feltöltjük tartalommal. És így próbáltam feltölteni ezeket a hagyományokat tartalommal, és behozni. És nagyon érdekesek ezek a hagyományok, mert amíg az ember fiatal, addig ágál ellene. Addig rukkapál, nem biztos, hogy a szülői tekintély meg a családi szigor mellett ezt nagyon megteheti, de van, amikor megteheti. Uh-huh. És amikor
felnövekszik, egy kész egzisztenciája lesz, családot alapít, gyermeket vagy gyermekeket nemz, akkor visszajön az a hagyomány, újra integrálódik az egyéniségében, és rájön arra, hogy fiatal korában lehet, hogy heves volt, lehet, hogy a szülői tekintély, és felnőttként ezeket a hagyományokat akceptálja, elfogadja, lehet, hogy picit alakít rajta, egyéniesíti, de akkor is hagyománytisztelővé válik, de hát 17 éves, 18 éves korában hullott, mint a borsó róla bármilyen hagyomány, nem lehetett megkörnyékezni. Szerintem a következőről... Nem is olvasta a könyvet, és mégis tudja, hogy igen. Csinálni. Szerintem a következőről van szó, amikor az ember még fiatal, akkor leginkább magának él, megvalósítja önmagát. Abban a pillanatban, hogy gyereke lesz, akkor már valamit tovább akar adni. Rájön, hogy örökítve önmagába vagyok. Kevés. Igen, én már kevés vagyok, ő visz tovább. És mit tudok adni, amit én is kaptam? Megyek vissza a hagyományaimhoz. És hagyományt nem teremtünk, azt hanem átveszünk. Éltetjük, átadjuk, továbbadjuk. Tehát valahol ez akkor jelenik meg. Addig éretlen rá az ember, de még ezt sem mondanám. Szerintem ez így van semleges. Jól. Semleges. Vagy közömbös. 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 És vagy adott esetben nem is tudja, hogy ő egyébként ismeri ezeket a hagyományokat, csak vagy ellene megy, vagy nem foglalkozik vele. Én azt hiszem, az a nagy probléma a nagyvárosainkkal, én is Budapesten születtem, tehát nem a városom ellen, nem a szülőhelyem ellen akarok beszélni, hogy ezekben a nagyvárosokban ezeknek a szép hagyományoknak, tradícióknak sokkal inkább... kipusztuló félbe van. Tehát egy vidéki környezet, egy vidéki kisváros, egy régió sokkal inkább alkalmas bizonyos nemzeti, családi, kisebbségi hagyományoknak az ápolására, mint egy nagy betoncsunggál. Sokkal nyitottabbak rá. Igen. Én a könyv kapcsán a pékszakmát elkezdtem tanulni, tanulom a mai napig, iskolában, és ennek híre ment a faluban egyeken, és már gyerekeknek népismeret órát tartottam felkérésre. Egy falu így működik. Híre ment, akkor beszélgessünk róla, és veknit készítettünk, és kemencében együtt megsütöttük, és imádták ezt a gyerekek. És találkoztak egy teljesen hagyományos, kézzel készült kenyérkészítési technikával. Tehát azonnal beindul valami gépezet, hogyha megjelenik, és nem erőltetetten, hanem az ő nyelvükön. És miért lett pont a pékség, a kenyér ennyire kiemelt fontosságú az életedben? Olyasmit kerestem, egy olyan szakmát, ami tér és időtálló. Teljesen mindegy, hogy 100 évvel ezelőtt vagyunk, hogy határainkon innen vagy túl lehetett volna ez vagyunk. Fazekasság is. Lehetett volna, de olyasmit szerettem volna, amit én is közben tanulni tudok, hogy hitelesen tudjak róla írni, egy kicsit beleáshatom magam. Úgyhogy, és megjelenik a könyvben a kenyér készítés és a pékség? A nagyon nagy jelentősége van végig a könyvben. Egy olyan misztikumot érzek benne. A székely benne. Ember az nagyon kenyeres. Igen. Ugye? Tehát az még a leveshez is olykor kenyeret fogyaszt. Igen, a székely kenyér önmagában is egy szimbólum. És egy szimbólum. És azt gondolom, hogy a kovász, egyáltalán a kenyérkészítés, és ennek családi vonatkozása is van egyeken legendás, hogy amikor az én dédnagymamám megérkezett, és neki sem volt igazából csak, amit a szekéren tudott magával hozni, de a kemencében elkezdett kenyeret sütni, és akkor már nem csak magának, hanem ott az utcában az mindenkinek illata volt. Illata szépen elterjengett, igen, ott a kis utcákban, és az emberek jöttek a finom úgy van, dolgokra. Úgy van, ő nem pék, a népművészet mestere volt, de sütött kenyeret. Mint általában a nagyanyáink, dédnagyanyáink. Tehát valamilyen múltba visszanyúló, és a kovász által teljesen a jelenben élő. Egy öreg kovásszal, amit évtizedekig tudnak őrizni az hetedikes, nyolcadikos voltam, amikor elmentem egy pékségbe dolgozni. Sok barátom el akart menni, de hát ebben az időben azért nem lehetett olyan könnyen. És amikor a pékmesterrel elkezdtem beszélgetni, és mondta, hogy hát voltál már pékségbe, tudod? És mondtam, nem, most életemben először. Kivette a forró kenyeret, odaadta a kezembe.
hát ugye 180 fokos meleg volt, de nem ejtettem el. Azt mondja, holnap reggel 3:30-ra jöhetsz. És akkor hát nagyon boldogok voltunk, mert ez egy kis bevételünk volt. De talán azt tudnám mondani, hogy végig középiskola alatt, végig nekem a pékség egy olyan kiegészítő kis tevékenységem volt. Olyan korán kellett menni, hogy még a reggeli buszok nem mentek, és gyalog kellett elmennem a pékségbe 3-4 kilométerre. Viszont a pékek 10-kor, 11-kor már kim vannak a strandon. Azok már így van, úgyhogy egy szép világ, egy szép és nemes világ. És egy nagyon ősi, úgy gondolom, hogy a kenyérkészítés az nem csupán a fizikai szükségleteinket elégíti ki, nem csupán az éhségünknek a csillapítására, hanem egy kreatív tevékenység. Mert nagyon nem mindegy, hogy azt a kovászt mikor teszem bele, mennyi ideig, milyen az a liszt, hogyan keverem össze, mikor, mennyi vizet teszek, mert teljesen más lesz az íze, ugyanannak a tésztának, függ a napsütéstől, függ a hőmérséklettől, mindentől. Függ a pék hangulatától, a szívemtől, mindentől, a szívemtől, tényleg mindentől függ. Na, így beszéltetek a kovász, hogy összefut a nyála számba, mert érzem az illatát a friss kenyérnek. És amikor az ember nevelget egy roskovászt, annak más illata van, egy fehér kovász. Egy roskovász az még különösen is. De én szeretnék ebből megint egy általános dolgot is levonni a nézőknek is, meg magunknak is. Szóval valahol az embernek a munkával került bajba a mai ember. Mert a munka most már a gépeknek a munkája, és én csak az idegrendszeremet kínozom a gépekkel, mondjuk egy számítógéppel, aki még nem kínlódott, az nem ember, szerintem ma. Szóval ez egy más logikájú állat, az a számítógép, akit utálok, stb. De valahol hiányzik az, hogy az anyaggal, így mondom, az Isten által megteremtett anyaggal, a 10 ujjamon keresztül kapcsolatba jussak. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, és a mai gyerekek nevelésében is óriási fontosságú lenne. Ha megnézed, nincs az a gyerek, én nagyon örülök, az gyerek példát mondtad az előbb, nincs az a gyerek, amikor agyagozni kell, vagy mit tudom én, tudom, hogy el szoktunk járni, Szentgyörgyörgyön ott van egy fazekas mester, aki megtanítja a gyerekeket egy kis poharat készíteni, és megcsinálhatja magának a dolgot. Kiégetheti. A gyerek évekig beszél róla, mert hát, kiégetheti a dolgot, és elviszi. És minden érzékszervével megtapasztalja. És ez valahol hiányzik a társadalomból, hogy a kétkezi munka. És ez benne volna, ezért van annyi gyenge iparos, ugye? Én úgy elnézem, egy iparos dolgozott nálunk, ahol csempét rakta. Az olyan iparos volt, aki élvezte maga azt, hogy ő csempét rak. Nem a pénzért dolgozott, hanem a munkáért. És nagyon sok szakmából ez hiányzik, hogy van a pénz, az érte járó dolog, ami fontos, jó, természetes, ezért van. De elmarad mellőle az, hogy a két kezem, 10 ujjam érez valamit az anyagi világból. Mert az ember egyszerre spirituális, ahogy mondtam az előbb, és egyszer materiális lény. És a materialitás épp úgy kell a spiritualitáshoz, mint a spirituális a materialitáshoz. Ez egy csúnya elvont mondat, ilyen egyetemi mondat, de hadd mondjam azt, hogy ez a mai ember boldogságának valahol a titka, vagy a boldogtalanságának a titka. Bármilyen eltolódás végül is ezzel jár, hogy valahol nem vagyunk a helyünkön, és hogyha például a gépek világába, a számítógépek világába, én nem vagyok egyáltalán ellene, hiszen én sem dolgozom rajta napon. Dolgozunk rajta, szükségünk van rá az eltolódásoknak. Tehát valahol az arany középút, az nem véletlenül az arany középút. És úgy gondolom, hogy generációk mindegyik másképp fogja értékelni ugyanazt a dolgot, mert mi gyerekkorunkban a focit rogtuk Szigeti Jenővel, meg cserkészkedtünk, meg fára másztunk. A mai fiatalok pedig nyomkodják az okostelefonukat, és a tizenéves unokám azt mondja, hogy na most föltöröm az iPhone-nak a legújabb programját, mert neki ez a sikerélmény. Én nem értem, hogy abban mi a sikerélmény, nekem a telefon arra van, hogy néhány információt megszerezzek, és telefonáljak vele,
de ő nem, ő már programozza, ő már, szóval minden generáció másképp látja a dolgokat, másképp értékeli, és én azt hiszem, hogy ez megint ugyanabban a hagyomány özönbe kerül vissza. És aztán eléri azt a kort, amikor elkezd kézműves dolgokat, kézműves pékségek, kézműves cukrászatok, tehát térünk vissza, nyúlunk vissza a hagyományokhoz. Néhány hónappal ezelőtt Ukrajnában voltam, és egy egyházi iskolát néztem meg, és volt egy különleges tanterem, ahol egy hatalmas nagy, ilyen 5 kilós nagy gyurma volt, és akkor azt a gyerekek mindegyik kapnak egy fél kilós gyurmát, mit tudnak belőle csinálni, és fantasztikus volt, és úgy ledöbbentem, hogy hát nem komputer szóba van, és azt mondja, az is van, de majd az a hatodiktól fölfele hatodikig gyurmáznak, festenek, rajzolnak, szobrászkodnak, korongoznak, és majd erre lehet ráépíteni. És valóban ilyen az ember, hogy különböző hagyományok, különböző értékrendszerek egymásra épülnek az életünkben, és ezek fontos dolgok. És hát ide tartozik a történelem is, hogy ezeket megismerjük, a saját történetünk, a saját kultúránk, mert hogy ez aztán elvezet vissza ezekhez a hagyományokhoz. Úgy tudom, hogy ez a 7. könyve. Igen. Milyen volt az legelső könyv megírása? Sokat küzdöttél, ha összehasonlítod a 7-kel? Nagyon izgalmas. Ugyanis egy hihetetlen úton mentem én is keresztül, tehát azóta nagyon sok mindent megtudtam magamról az írás során. Saját stílusomról is. Kiírja az ember önmagát? Ki is írja magát, illetve egy idő után elkezdi elemezni, hogy miért pont ezek a témák érdekelnek, miért ennek megyek utána, milyen véletlenek történnek az életemben azóta, kikkel találkozom, milyen emberekkel hoz össze a sors, milyen témákat dob fel az élet. És még az elején nagyon oda kellett figyelnem tudatosan minden részletre, hiszen tapasztalatlan voltam, addigra most már egy számos dolgot tudok, hogy ez miért így történik, tehát és hagyom a sodródást. Bizonyos dolgokat kikerülsz szándékosan, igen, tudatosan, igen. És bizonyos dolgokat pedig szándékosan engedett, hogy menjen a maga útjára. És hadd sodorjon, igen. Úgyhogy nagyon izgalmas dolog. Tudom, hogy ilyet nem illik kérdezni, de most én ilyen illetlen leszek. Melyik lesz a következő? Nem kell, csak úgy témát, úgy körülbelül. Már dolgozol rajta? Hogyne, nem sokára leadom a kéziratot. Igen? Második világháború végén kezdődik a történet, és két árva kislányról szól. Az ő sorsuk, ahogy a történelem terelgeti őket, és ahogy a szeretet megmenti őket. Színe is van már? Igen. Az élethangja. Nem titok. Élethangja? Az élethangja. Nagyon szép. Az életnek, igen, mindig van valamilyen hangja. Ami hol súg, hol sikít. Igen, hol porlik, de a porladásnak is van hangja, hol olyan, mint a szikla. Mit szól a kislányod, mennyi idős? Mit szól ahhoz, hogy te sokat ott ülsz az írógép mögött, és esetleg néha besegít neked számítógép mögött, klaviatúra? Segíteni szokott, nagyon, nagyon széles látókörű kislány, 8,5 éves. És elképesztő meglátásai vannak. Fölteszek néha olyan kérdéseket, amit rögtön azt is gondolom, hogy de hát hiszen ő ehhez még kicsi, és nem a saját világából, a saját szemléletéből, a 8,5 éves gondolkodással úgy közelít meg dolgokat, hogy az döbbenetes, nagyon-nagyon segít nekem. Ő is megjelenik valamelyik könyvben névtelenül? Még nem mertem. Még nem. Mindig tervezem, és hogyha egy picit is negatív szerep jut bármilyen oldalról, fájdalom éri a szereplőmet, vagy bármi, ami nem pozitív, akkor megijedek, hogy ezt nem írhatom ő rá, hogy nehogy az írásnak hatalma legyen,
ezért őt valahogy ettől óvom, de bevonom. Az anyai szív még óvja a kisgyermekét, de nem szabad túlságosan óvni, mert az életben úgy is konfrontálódni fog. Legfeljebb ezt a konfrontálódást egy későbbi időre tudjuk tolni. Ezt úgy tologatnám, igen. Barbara, nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, Szigeti tanár úrnak pedig az értékes gondolatokat, a hozzászólást, a szakértést. Én is köszönöm szépen. Elköszönünk a kedves nézőktől. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látták. Viszontlátásra, Isten áldja Önöket!